A közgyűlésen napirend előtt városi elismeréseket adtak át. Az ért szociális munkájáért díjat idén Fóris Gyula Zsolt baptista lelkipásztor vehette át, az érdi építészeti nívódíjat pedig Tarnai Tünde építészmérnöknek ítélték oda. Ezután a napirendi pontokat tárgyalták a képviselők. A legfontosabbak között módosították a helyi építési szabályzatot. Ez három területet érint Érden, az egyik a Rozsnyói utca mellett található önkormányzati tömbre vonatkozott. Most a módosítás következtében lehetővé vált egy új négycsoportos óvoda megépítése ezen a területen. Természetesen még további ingatlanok megvásárlása is szükséges ehhez, ám hogy erre legyen jó lapunk, előtte ugye a területet át kellett minősíteni arra a célra, hogy oda óvodát lehessen építeni. A második terület, amelyiket érintett, az a Hamzsabék tér és a Minaret környékének a rendezése volt. Erre azért volt szükség, hogy módosítsuk ugye a helyi építési szabályzatot, hogy a korábban már elfogadott terveket meg tudjuk valósítani, és elindulhasson Ófalunak a további fejlesztése. A harmadik, a legnagyobb terület, az tulajdonképpen egy 40 hektáros terület, egy új ipari parknak a létrehozása volt. Ezt a NIPÜV ZRT kezeli, a NIPÜV ZRT beruházásában fog megvalósulni, Modern Városok Program keretében. Ők ugye a Modern Városok Program keretében kapták meg erre a forrást. Ide egy új ötágú körforgalmat kellett tervezni, a Tárnoki Dózsa György út folytatásaként, így megoldódik majd Tárnokon is egy neuralgikus közlekedési probléma, valamint három új buszmegállót is ki fognak alakítani a beruházás során. Egyet ugye Székesfehérvár felé menő irányba, és egy dupla buszmegállót pedig Érd felé tartó irányba, közvetlenül a körforgalom után, így akár ott buszvégállomás is elképzelhető majd a jövőben. Az erre vonatkozó napirendi pontot ugyan elfogadta a testület, de az ellenzéki képviselők tartózkodtak a szavazásnál. A városnak ipari parkra szüksége van, iparüzési adóbevételre ebből kapcsolódóan szüksége van, és munkahelyteremtésre van szükség. Mi ezt mindig támogattuk, jelen pillanatban ez az helyi építési szabályzat módosításba nem tudott a városvezetés egyszerűen konkrét válaszokat adni a kérdéseinkre. Nagyon furcsáltam, hogy az ellenzéki képviselők, a jelenlévő ellenzéki képviselők a HÉSZ módosítást nem szavazták meg, nem fogadták el se az új óvoda helyét, nem fogadták el a minaret környékének rendbetételét, és nem fogadták el az új ipari parkhoz kapcsolódóan az ötös körforgalom számára lehetővé vált szabályozási tervet sem. Fontos napirendi pontja volt még a mai ülésnek egy új település részi önkormányzat létrehozására vonatkozó javaslat. Ez a Sasváros és Újtelepváros részekben jön létre, a Madárneves utcák által lefedett területen. A Bagoly utca és a Fehérvári utca sarkán ugye épül egy új egészségügyi szolgáltató központ, amelyben szeretnénk egy fiók gyógyszertárat létrehozni. A fiók gyógyszertár létrehozásának jogszabályi előfeltétele az, hogy az adott részen település részi önkormányzat működjön. Most, hogy ez az önkormányzat létrejött, most már elkezdhetjük az adminisztratív folyamatot is, aminek a vége reményeink szerint az lesz, hogy az OGYI, ez az Országos Gyógyszerészeti Intézet engedélyezni fogja, hogy fiók gyógyszertárat tudjuk nyitni, és így annak a területnek az ellátása gyógyszertár, valamint felnőttházi orvos, gyermekházi orvos és védőnők tekintetében teljesen megoldódik. Elfogadták a képviselők azt a javaslatot is, amelynek köszönhetően tovább bővülhet az újvárosi térfigyelőrendszer. Erre most 200 millió forintot költ majd az önkormányzat a Modern Városok Program fejlesztési keretéből. Most 148 kamera üzemel, és további 100-110 kívánjuk bővíteni 200 millió forintból a rendszert. Ez a 200 millió forint már jó pár hónapja az önkormányzat rendelkezésére áll, és a Modern Városok Program keretében jutottunk hozzá a forráshoz. Dr. Bács István alpolgármester a továbbiakban elmondta, hogy a temetői díjak felülvizsgálatával kapcsolatos napirendi pont esetén a testület úgy döntött, hogy a díjakon nem változtatnak, 2019-ben is az idei árak lesznek majd érvényben.